Csütörtökön 18 óra 30-kor lépett először pályára a nyáron az Albafehérvár KC a Budaörs csapata ellen. A hazaiak első mérkőzésüket 250 néző előtt játszották, és már az első félidőbe próbálták átvenni az irányítást a köfémcsarnokban. A kékfehérek kiváló összjátékának és az újonnan igazolt Hadfigréta és Madi Ájáró Tájcse kapusok remek teljesítményének köszönhetően az első játék részben 3 gólos előnnyel mehetett szünetre az Alba. A második félidőben nagyobb lendülettel érkeztek a pályára a vendégek, hamar sikerült felzárkózniuk. A fehérvári lányok gyorsan észbe kaptak és fordítani tudtak, volt, hogy 4 góllal is vezettek. Bár a végjátékban már érződött a hazaiakon a fáradtság, meg tudták tartani az előnyt, és a Collagenius Kupa első meccsét 28-25-re húzta be a házigazda. Balási Lili úgy gondolja, mindent meg tudtak valósítani, amit előzetesen megbeszéltek trénerükkel, Szuzanna Lázovicsal. Nagyon sok munkát fektettünk a védekezésre az elmúlt hetekben, és ez volt abszolút a fő szempont, hogy ezt gyakoroljuk és ezen dolgozunk. Úgy gondolom, hogy kisebb, nagyobb hibákkal, de sikerült megvalósítani ezt, amit szerettünk volna. Ez volt az első edzőmérkőzésünk, úgyhogy abszolút elégedettek vagyunk azzal, amit nyújtottunk a pályán. Balási Lili az Alba utánpótlásában nevelkedett, majd 2022-ben a Metz Akadémiába távozott Fehérvárról. Idén jelentették be a hazatérését, csütörtökön játszotta első mérkőzését a felnőtt csapatban, és 5 góllal tudott debütálni. Mint mondja, jó érzés volt ismét pályára lépni Székesfehérváron. Nagyon fura érzés volt újra itthon játszani, főleg Fehérváron, de közben meg egy nagyon jó érzést töltött el, hisz ebben a csarnokban nőttem fel, úgyhogy nagyon jó volt visszajönni és itt játszani a csajokkal. Az Albafehérvár a Collagenius kupában a következő mérkőzését pénteken 18 óra 30-kor játsza a Mihalovce csapata ellen.